A mostani videóban 8 hatékony bélflóra regeneráló módszerről, ételről és kiegészítő táplálékról lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! Ha azt a kérdést tesszük fel magunknak, hogy mivel tudunk a legtöbbet tenni az egészségünkért, bármilyen betegségről, problémáról is legyen szó, akkor a bélflórák állapotának a javítása az mindenképpen a top 3 között van. Más szóval, ha az a célod, márpedig miért ne lenne ez a célod, hogy a tested évtizedeken keresztül jó egészségben legyen, akkor az egyik fő fókuszpont az a bélflóra állapotának a folyamatos javítása, támogatása. A beleinkben sok milliárd baktérium él velünk együtt, nagy részük a vastagbélben. Nem csak az a fontos, hogy a számuk megfelelően magas legyen, de talán az még fontosabb, hogy sokszínűek, azaz diverzifikáltak legyenek. Tehát sokféle baktérium törzs legyen jelen. Mert minél több fajta baktériumunk van, annál sokoldalúbb lesz az immunrendszerünk. Más szóval, ahány fajta baktérium, annyi fajta fegyver, eszköz áll az immunrendszer rendelkezésére, hogy gyulladást csökkentsen, hogy felvegye a küzdelmet a legkülönfélébb betegségekkel. A baktériumaink vitaminokat is előállítanak, így a leromlott bélflóra szorosan összefügg a vitaminhiánnyal is. Táplálják a bélfalat, tehát kulcsfontosságú a szerepük az áteresztő bél megelőzésében, ami ugye az allergiák és az autoimmun betegségek megelőzéséhez fontos, illetve aminosavakat és neurotranszmittereket is előállítanak, ez pedig az idegrendszer működéséhez kapcsolódik. Ha megfelelő a bélflóránk, az megfelelő mennyiségben fog előállítani butirátot, azaz vajsavat, mely vegyület a vércukor normalizálásához kell. Tehát amikor a bélflóra állapotának a javításáról van szó, akkor egyrészt az a cél, hogy növeljük a számukat, másrészt pedig az, hogy sokszínűvé tegyük őket. A legtöbb embernél a bélflóra állapotának a romlását az okozza, hogy a gyomorban romlik az emésztés hatásfoka, ez vezet ugye refluxhoz is, ugye az ételek emésztetlenül mennek tovább a belegbe, ahol így, mivel nincsenek megfelelően előkészítve, rengeteg gondot okoznak. Hogy miért is borul fel az egyensúly a gyomorban, ehhez javaslom megtekinteni azokat a videókat, amelyeket a gyomorsavról és a refluxról készítettem. Mielőtt rátérnék a megoldásokra, nézzük meg a legfőbb tüneteket, amelyekből tudhatjuk, hogy a bélflórák nincs túl jó állapotban. Ha sok antibiotikumot szedtünk a megelőző időszakban, ha sok mesterséges édesítőszert fogyasztunk, ha évekig sok stressznek voltunk kitéve, ha gyakori a székrekedés vagy a hasmenés, ha fokozott súlyfelesleg van jelen, ha folyamatosan fáradtak vagyunk, ha depressziónk vagy szorongásunk van, ha súlyosabb allergiánk van, autoimmun betegségek alatt vagy bélgyulladásos problémák esetén. A leghatékonyabb eszköz a kezünkben a bélbaktériumok sokszínű vételéhez az a böjtölés. A legtöbb kistermetű élőlény, például a bogarakat, vagy az egereket, vagy a nagyon kicsiket, a baktériumokat, ha böjtöltetjük, tehát nem adunk nekik enni, sokkal hosszabb ideig maradnak életben, sokkal ellenállóbbak lesznek az oxidatív stresszre, illetve a vegyszerekkel szemben keletkező stresszre is. Más szóval rendkívüli módon megerősödik az immunrendszerük. Amíg nem eszünk, a bélbaktériumainknak lehetősége van szaporodni és sokszínűvé válni. És ugye sokkal hatékonyabban tudnak küzdeni a káros baktériumokkal szemben is. Minél inkább ízletesebb egy zöldség, annál inkább tudhatjuk, hogy tele van vitaminokkal, tápanyagokkal. Ugye annál inkább táplálja a bélflóránkat is. Ha egy zöldség zamatos ízletes, az egyben azt is jelenti, hogy olyan talajban fejlődött, amely tele volt sokféle baktériummal, ugyanis a növények tápanyagtartalmát is a talajban lévő különböző baktériumtörzsek határozzák meg. A különböző zöldségekben lévő különböző rostok különféle baktériumtörzseket táplálnak a beleinkben. Tehát minél több fajta finom zöldséget eszünk, azaz minél változatosabban fogyasztjuk a zöldségeket, gyümölcsöket, annál változatosabbá tehetjük a bélflóránkat is. A bélflóránk állapotának a javításához az erjesztett zöldségek kiemelt szereppel bírnak, például a savanyú káposzta, a kovászos uborka, a kimcsi. De gyakorlatilag ugye bármilyen zöldséget fermentálhatunk. Egyrészt a bennük lévő rostok táplálják, etetik a bélbaktériumokat, másrészt nagyon sokféle baktérium törzset is tartalmaznak, így kiváló ételek a bélflóránk sokszínűvé tételéhez. Az erjesztett zöldségekben lévő hasznos baktériumok szinte 100%-osan eljutnak a belegbe a megfelelő helyre, ellentétben mondjuk a probiotikum kapszulákkal. Ha nincs tejallergiánk, a kefír is kiváló bélflóra regeneráló. Hasonlóan az erjesztett zöldségekhez, a kefír is nagyon sokfajta
baktériumtörzset tartalmaz. Több mint 60 fajta van benne. Fontos, hogy ne keverjük össze a joghurttal, a kefirben 10-szer több hasznos baktérium van a joghurthoz képest. A polifenolok, azon belül főként a flavonoidok, serkentő hatása vannak a bélbaktériumokra, azaz ráveszik őket, hogy szaporodjanak. A legjobb bioflavonoid források a bogyós gyümölcsök, illetve a belőlük készített gyümölcslevek, a hagymafélék, a citrom és a lime, a fűszerek és a különböző teák is. Itt is érvényes, minél több félét fogyasztunk, annál jobb. Tehát például ne csak egyfajta teát ígyunk, vagy ne csak egyfajta bogyós gyümölcsöt együnk, ígyunk. A csírák, amelyek valódi földben lettek termesztve, triplán jók a bélflórának. Egyrészt koncentráltan tartalmaznak baktériumokat, tehát elfogyasztva őket direkt módon növelhetjük velük a baktériumok számát, másrészt magas a polifenol, azon belül a flavonoid tartalmuk, és magas a rost tartalmuk is. Az is jó a csírákban, hogy nem kell sokat enni belőlük, mert ugye rendkívül koncentráltak. Nagy segítséget adhatunk a bélflóránknak, ha biztosítunk számára olyan mikrotápanyagokat, amelyek segítenek a vegyszereket, permetszereket, gyógyszermaradványokat eltávolítani a belegből. A huminsav az egyik olyan fontos vegyület, amely a szervezetbe kerülő toxikus anyagokat képes hatástalanítani és elősegíteni a távozását. Másik pedig a klorofil, ami például nagy mennyiségben a klorella algában és a búzafülében található meg. És végezetül a rendszeres edzés, testmozgás. A fizikai tevékenység, a sportolás, a futás, a testmozgás által okozott stressz sokszínűvé teszi a bélbaktériumokat. Például azért csökken a szorongás és a depresszió, vagy azért lesz jobb a kedvünk a futás vagy az edzések után, mert a fizikai tevékenység hatására megnő a belegben az olyan bélbaktériumok száma, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak a dopamin termelődéssel, mely hormon ugye a boldogság érzetünket működteti. Következőnek javaslom azokat a videókat megtekinteni, amelyeket korábban a gyomorsavról készítettem. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!